Üdvözlöm Önöket mai aktuális stúdiónkban, és szokás szerint három témával várjuk Önöket. Vendégünk lesz Papp Béla alpolgármester. Ezek után beszámolunk Önöknek egy régészeti táborról, ahol német, amerikai és magyar egyetemisták kutatnak egy római kori települést. Július 7-e, nem tudom, értesültek-e már róla, egészségügyi világnap. Ebből az alkalomból lesz vendégünk dr. Sohár Endre, a Városi Népjóléti Iroda vezetője. Tartsanak velünk! Mai első témánkban egy sorozatot folytatunk, hiszen szándékunk szerint így a fél év táján stúdiónkba hívjuk a város vezetőit, megpróbáljuk rövid összegzését adni az elmúlt 6 hónapnak. Bár a műsorunk előtti pár percben beszélgetve Papp Bélával, a polgármesterünkkel, talán az is felvetődött, hogy nem is az elmúlt fél évről kéne összegzést készíteni, hanem egy kicsit hosszabb időről. Lehet, fél évről lehet, hosszabbról is. Én azt hiszem, hogy az elmúlt fél évben is voltak olyan események, amire nagyon szívesen emlékszem én is személy szerint, és remélem, hogy a tévénézők, tehát a városlakók is jó szívvel gondolnak rá. Én ebből egyet hadd emeljek ki, ha lehet nekem választanom. Ez pedig az ipari parkba történő finn cégeknek a betelepülése. Azt hiszem, hogy a 4 éves, sőt, ha visszatekintek az előző ciklusra, ahol képviselőként dolgoztam a testületben, egy sikertörténet, amire nagyon régen vártunk, azt hiszem, hogy sokan a városban. Most értek meg a föltételek arra, hogy végül is sikerült ide komoly cégeket vonzani. Én remélem, a pécsiek sokan járnak a keleti érintőtön, és látják, hogy szinte tényleg, mint a gomba, nőnek ki az üzemek, a csarnokok a földből. És ha igaz az, hogy egy társadalomra a legnagyobb veszélyt a munkanélküliség jelenti, akkor azt hiszem, hogy ebbe azért sikerült előre lépnünk, mert távlatosan, tehát 2 éves időtávlatra gondolva itt körülbelül 2000-2500 munkahely van, csak a két finn cég, amit megcsinál. Most, hogy az ipari park létesítésének feltételei megteremtődtek, milyen lépéseket lehet még tenni, hogy itt valóban ez az ipari park beváltsa hozzáfűzött reményeket? Egy folyamatos tevékenység, ami az ipari park RT-nek a feladata, az, hogy további és további területeket vonjon be a közművesítésbe. A másik feladata, ez pedig az ipari parknak, de a város vezetőinek, de ha tetszik, minden pécsi polgárnak, üzletembernek, hogy olyan befektetőket vonzon ide, aki komoly tőkével lehetőleg nagyon magas színvonalú, ha tetszik, high-tech termékeket gyártson, hisz az előbb hivatkozott finn cégek tényleg high-techet gyártanak, amit nagyon jó hallani Pécsett, ugye a bányavárosban, hogy olyan színvonalú elektronikai termékek készülnek, hogy mondjuk a Nokia vagy az Ericssonnak a mobiltelefonjait itt szereli készre ez a cég. Tehát a lényeg, hogy árulni a várost, ajánlani magunkat, és ebbe azt hiszem, hogy leszámítva azt a pár évet, amikor egy ilyen háborús szomszédsággal dicsekedhetünk idézőjelbe, ennek a városnak nagyon komoly értékei vannak. Ennek a városnak nagyon komoly értéke maga a város. Tehát az épített környezet, ami azt hiszem páratlan Magyarországon és talán széles Európában is kevés ilyen van. Ez tanúsíthatom, hogy annyira megfogja a hozzánk látogató, nem csak turistákat, hanem az üzletembereket is, hogy innen indulnak a tárgyalások, hogy gyönyörű a város, nagyon jó itt lenni. És hát utána jön a többi persze, ugye, hogy megfelelő területet kell biztosítani, mi a helyzet a munkaerővel, nagyon fontos. És itt is szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy van egy munkaügyi átképző központunk, amely célra tud képezni. Ez például a Nokia-nál csodálatos együttműködést valósított meg a gyár, illetve az átképző központ. Teljesen testre szabottan képeztek ki a gyár dolgozóit. Még egy picit az ipari parknál maradva, finneken kívül a nemzetközi porondról vannak-e más érdeklődők is? Hát vannak, amerikaiakkal tárgyalnak az ipari park vezetői, további német, svájci cég bukkant föl, de egyelőre még korai konkrétumokról beszélni. Ez egy olyan, hogy előre időben nehezen jósolható folyamat, hogy melyikből mikor lesz. Elnézést, optimisták vagyunk e tekintetben, hogy ez föl fog sűrűsödni, és reményeink szerint előbb-utóbb akár szűk is lehet az a terület.
A következő kérdésem éppen erre vonatkozna, hogy egy ekkora volumenű beruházásnál, egy ilyen létesítménynél, mint az ipari park, lehet-e majd valaha azt mondani, hogy ez most készen van? Általában azt hiszem, a gazdaságban soha nem lehet azt mondani, hogy a kész állapot előállt. Ma nehezen megbecsülhető, hogy hogy fog fölpörögni az ország gazdasága, mennyire lesz célország Magyarország a befektetők tekintetében, mit bír el a munkaerő, mert akárki akármit mond, úgy tűnik, hogy most már sok tárgyalás tapasztalata alapján ez a legfontosabb. Az egyik, talán még a itteni béreknél, a körülményeknél, közművesítettségnél is fontosabb a munkaerő színvonala. Példát elmondhatok, nem titok. A Nokiásoktól tudom, hogy az összes gyáruk közül a Pécsiben a legjobbak a minőségi mutatók. Tehát igenis jó a magyar munkaerő, büszkék lehetünk arra, hogy ilyen eredményeket produkálnak. A város gazdasági életét nagy mértékben befolyásoló tényező, és talán megkockáztatom, a közvéleményt is leginkább érdeklő téma az utóbbi időben, a megközelíthetőség. Egyrészt autóútra, másrészt pedig a légiforgalomra, tehát a repülőtérre gondolok. Itt akkor egy picit menjünk vissza, azt hiszem, hogy akkor, amikor Pécset az állami gondoskodás kicsit kiugratta, előreugratta a többi megyék közül, azzal, hogy itt fölfejlesztette a bányászkodást, akár a szén, akár az uránbányára gondolva, akkor azért utólag értékelve azt kell látnunk, hogy ez egy mesterséges fejlődés volt. Majd amikor az állambácsi elengedte a kezünket, utána nem csinált semmit. Én emlékszem egy kormányhatározatra, ami a bányabázárásokat volt hivatott kompenzálni. Kb. 15 feladatot sorolt fel a kormányhatározat, a komlói mászósáv készült el egyedül az egészből. Nagyon fontos, az is, örülünk neki. Tehát sokkal többet kellett volna csinálni. Nem történtek meg, és itt vagyunk olyan dilemmában, illetve a véleményem nekem az, és vezető társaimnak is az, hogy most kéne azt az állapotot előállítani, hogy nehogy ilyen közlekedési infrastruktúrális hiányok miatt leszakadjon ez a térség, és egy ilyen segélyezett térségé váljék, mint Borsod megye mondjuk, vagy a Nyírség. Mert a város gazdaságának van ereje, csak azt a külső állami megtámogatás, ami egy közút, vagy műút, főútvonal, autóút, autópálya későbbiekben megépítésével, ezt a város sehogy se tudja megoldani. Tehát ez nagyon fontos, tehát a hatosnál vannak biztató jelek, és hát reményeink szerint hamarosan egy olyan kis helyes, kis korszerű, kisméretű, de korszerű repülőterünk is lesz, ami nem pótolja az autópályát, nem pótolja a gyorsforgalmi utat, de mondjuk egy üzleti repülés, üzleti utazás, egy turisztikai jellegű utazásra kiválóan alkalmas lesz, és tulajdonképpen ezt szeretnénk megcélozni. Nekünk nem kellenek nagy Boeingek ide, hogy 300 embert ideöntsön a városban, mert nem is jönnek ide 300-an. Tehát ez lenne az, ami viszonylag kis költsége, körülbelül 3-400 millióval ez a közlekedési létesítményeinknek ez a kicsi, de nagyon fontos szegmensét meg lehetne csinálni. Ma még azt tapasztaljuk egyébként, hogy a kormányzati partner egy kicsit, hogy mondjam, süket az ügybe, tehát elég merev szabályok vannak határnyitás tekintetében. Nem érzik ezeknek a kis térségeknek a problémáját ilyen tekintetben. Nagy vonalakban tehát mondható az, hogy ön Pécsváros gazdasági életét felfelé ívelő tendenciában látja? Egészen nyugodt szívvel mondhatjuk, ezt egyébként statisztikai adatok is igazolják, hogy elindult a városgazdasága, például két év alatt az export tevékenység duplájára nőtt, persze ebben mondjuk benne van a Nokia is nyilvánvaló, de hát akkor is örüljünk, hogy itt van, és az ő tevékenységi miatt nő, az is fontos. Nagyon fontos az, hogy a nagyok mellé valahogy a beszállítókat, a kicsiket is integrálni kéne. Ez persze nehezebb kérdés, mert minél inkább világszínvonalat gyártó cégek jönnek ide, annál nehezebb a kicsiket beszállítói pozícióba hozni, de szerintem nem reménytelen. Tehát állítom, hogy elindult fölfelé a város gazdasága, és ezt azt hiszem jó kimondani. Örülök neki. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen én is.
Magyar, német és amerikai egyetemisták dolgoznak együtt, persze szakemberek irányításával, a babarci római kori ásatásokon. A tavalyi munkát folytatják, céljuk pedig nem más, mint hogy az egész települést feltárják. A Janus Pannonius Tudományegyetem, a német Passaui Egyetem és az Egyesült Államok beli Emory Egyetem közösen dolgozik a babarci ásatáson. A 70-es években találtak itt először ókori római maradványokat. A lelet felkeltette az egyetemek figyelmét. Először tavaly, most idén pedig másodszor ásnak itt a diákok. A lelet tulajdonképpen egy villa. Megtalálhatóak az egykori épületek falai, rengeteg a cserépmaradvány, és időről időre előbukkan egy-egy pénzérme vagy csontdarab. A projekt célja, hogy feltárjuk ezt az ókori római farmot, amelyet az időszámítás szerint 180-tól körülbelül 425-ig használtak. Az itt dolgozó diákok a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen és az atlantai Emory Egyetemen tanulnak. A régészek arra akarnak bizonyítékot találni, hogy ezen a területen sikeres farmergazdálkodás folyt hozzávetőleg 3 évszázadon át, a római birodalom bukását megelőző és azt követő időszakban. Szeretnék összevetni az ókori mezőgazdasági lehetőségeket a kor és a környék valószínűsíthető felvevő piacával. Lassan befejezzük itt a munkát. Végére értünk az időnek és anyagi lehetőségeinknek. Azt hiszem a legtöbb általunk feltett kérdésre megkaptuk a választ. Ez itt egy hatalmas komplexum, tele van épületekkel, ahol feltehetően a rabszolgákat tartották, de van, ahol állatokat. A területet sohasem fogjuk teljes egészében feltárni. Ez volt az utolsó időszak, hogy itt dolgoztunk. Az ásatás ideje alatt talált maradványokat a régészek tanulmányozzák majd. Ha az a munka is befejeződött, végső állomásukként a megyei múzeumba kerülnek. Már az ásatás megkezdése óta a kutatódiákok minden új információt betápláltak egy számítógépes adatbankba. A komputer lehetővé teszi, hogy a szakértők többféle szempontból analizálhassák a begyűjtött adatokat. A régészetben lényeges, hogy minden egyes kiásott maradványnál pontosan rögzítsék, hol és milyen mélységben találták. A számítógép ebben is segítséget nyújt. Ebbe a kompjúterbe, azzal a rendszerrel, amit használunk, minden olyan információt betöltünk, ami az ásatásról származik. Az adatbázis lényege az, hogy minden egyes olyan információt betáplálunk, ami a rendkívül pontos, háromdimenziós helymeghatározáshoz szükséges. Minden adatot beírunk a gépbe. Ezután visszakereshetünk minden kapcsolódó információt. Például, ha találunk egy pénzérmét, pontosan tudjuk, hogy honnan került elő, melyik tárokból, melyik rétegből. Az érme jellemzőit összehasonlíthatjuk más tényezőkkel, például egy fal közelségével, egy lyukkal, egy kiégett résszel. Ha az összes információ bent van a számítógépben, bármit lekérdezhetünk. Ha tudni akarjuk, milyen tárgyak, leletek származnak egy adott rétegből, csak le kell kérdezni, és a gép kiad minden szükséges információt, amit arról a részről tudni lehet. Az adatbank elsődleges célja az, hogy a megszerzett információkhoz könnyebben hozzáférhessünk, szempontok szerint vizsgálhassuk, és hogy a későbbiekben megjelenjen majd az interneten. A területen a magyarok mellett 18 amerikai diák dolgozik. Mindannyian nyári gyakorlatukat töltik itt. Ha éppen nem az árkokban dolgoznak, előadásokon vesznek részt, később pedig a hallottakból és tapasztaltakból vizsgáznak majd. Kint az ásatáson a diákok rétegről rétegre haladnak lefelé. Ha találnak valamit, óvatosan eltisztítják a földet, a leletet lefényképezik, lerajzolják, majd óvatosan kiemelik. A legtöbb fiatal korábban Burns professzor előadásait hallgatta az atlantai Emory Egyetemen. Itt értesültek a magyarországi lehetőségről.
Nem igazán tudtam, hogy mire számítsak. Tudtam, hogy nem a legtisztább munka. Fogalmam sem volt arról, hogy mit fogunk találni. Végeredményben sokkal több dologra bukkantunk, mint amit eredetileg vártunk. Ha megnézzük a kiásott részt, láthatjuk, hogy nagyon izgalmas. Egy nagyon kicsit 10x20-as területen rengeteg falat találtunk. Ha előbukkan egy régi pénzérme, mindenki nagyon örül. De természetesen sok minden előkerül. Nagyon érdekes eljönni ide a világ másik feléről, és előásni olyan dolgokat, amikről eddig csak tankönyvekben olvastunk az Egyesült Államokban. A kiásott leleteket a JPT-e történelem tanszékére szállítják és restaurálják. A külföldi diákok természetesen ebben is részt vettek. Az elméleti előadások után gyakorlatban is alkalmazhatták a tanultakat. Szakértői felügyelettel ők tisztíthattak meg bizonyos tárgyakat, állíthattak össze széttört kerámiákat. Minden nap két diák, két amerikai diák került be ebbe a kis műhelynek berendezett szobába, ahol megismerkedtek az anyaggal. Tehát egy alapos anyagismeretet kaptak, kézbe foghatták a régészeti leleteket, ezt megnézhették, hiszen Amerikában ezt nehezen tudnák megtenni, hogy egy római kori leletet kézbe fogjanak. Ezen kívül hallgathattak a restaurálás menetéről, és ezt is vehettek benne az én felügyeletemmel. A mostani ásatás története körülbelül 10 éves. A Passaui Egyetemről Helmut Bender professzor vetette fel az ötletet kollégájának, Visi Zsolt professzornak. Megegyeztek abban, közösen ásatást végeznek. A tervbe bekapcsolódott az Atlantai Emory Egyetem, onnan Thomas Burns professzor. A cél egy átlagos római villagazdaság feltárása volt. 10 éve kezdtük el a terepbejárásokat, folytattuk a különböző adatok felgyűjtésével, régi térképek feldolgozásával, műszeres mérésekkel, légifotók kiértékelésével. Ennek révén gyakorlatilag megvan az egész villatelepülésnek az alaprajza, nem csak a főépületi, hanem különböző melléképületek. Természetes ásatás nélkül ezeket nem lehet pontosan meghatározni és rögzíteni, de alaprajzi formációk, különböző település nyomok így is láthatók voltak. Azt tudtuk már a felszíni leletek alapján, meg előkerült érmek, cserepek és mindenféle lelet alapján, hogy itt volt egy őskori település, van egy római kori villa és van egy középkori falu. 96-ban kezdődött meg az ásatás egy kisebb szondázás jellegű dologgal. Tavaly már egy nagyobb léptékű ásatásba tudtunk kezdeni, amelyet a programfinanszírozási pályázatból valósítottunk meg. És így a kezdeti kutatásokkal, amelyet elsősorban a német és az amerikai, még nagyobb mértékben az amerikai egyetem finanszírozott ezeket az előzetes kutatásokat, most eljutottunk odáig, hogy az első nagyobb lélegzetű ásatás bekövetkezett. Ennek során ugye egy 40x20 méteres nagy területet nyitottunk meg a fő épület területén dolgozunk, tehát lakóépület területén, ami egy igen jelentős terület, és ezt ugye elsősorban az amerikai egyetemi hallgatók munkája, valamint a hozzájuk csatlakozó magyar egyetemi hallgatók munkája révén sikerült az elmúlt 7 hét idején, tehát május végétől mostanig feltárni. Az ásatás végeztével az árkokat visszatemetik. A régészek szerint ez így helyes. A visszalapátolt föld továbbra is megóvja, megvédi a múlt emlékeit, még jóval azután is, hogy a szakembereknek már kiadta titkait. Nem tudom, hogy önök, kedves nézők, ma többet törődtek-e az egészségükkel, mert hogy a WHO Egészségügyi Világszervezet szerint július 7-e egészségügyi világnap.
A Városi Népjóléti Iroda vezetőjétől, dr. Sohár Endrétől kérdezem, hogy egyáltalán azt kell értenünk nekünk egészség alatt, ami úgy általában a köznyelvben értendő? Szabadjon idéznem a WHO egészség meghatározását, ami úgy szól, hogy az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem a fizikai állapot, a mentális, tehát értelembeli állapot és a szociális jólét együttesen alkotja az egészség fogalmát. Tehát, hogyha ilyen aspektusból közelítjük meg a dolgot, akkor nagyon széles az egészség, ami az egészséghez tartozik, és ennek megfelelni bizony nem könnyű dolog. Készült egy felmérés Pécsváros lakosságának egészségügyi állapotáról is. Ezt önök úgy hívták, hogy egészségkép. Mi lett ennek az eredménye? Igen. 1995-ben készült el az egészségkép, a Fakt Alapítvány készítette, a Fakt Alapítvány által bevont szakértők, ami tulajdonképpen teljes egészében, mélységében feltárja mindazokat az elemeket, és ami az egészséget, ami az előbb elhangzott, tulajdonképpen arra utalva, és hát a környezetvédelemtől, tehát nem csak azok a betegségek, amik meghatározók, mert Pécset is el lehet mondani azt, hogy igaz, hogy az országos átlagnál valamivel idézőjelben egészségesebbek a pécsi polgárok, de a halandóság 12,6 ezrelék körül van. Ez országosan akkor 14 ezrelék körül mozgott. Természetesen a 95 óta eltelt időben aktualizálni kell majd ezeket az adatokat is. De akkor milyen adatokat, milyen paramétereket vizsgáltak? Igen, egyrészt vizsgálták azokat a betegségcsoportokat, ami a fő halálozási okot és a megbetegedési viszonyokat képezi. Hát itt ez már közhelynek számít, de tényleg így van, és el kell mondani azt, hogy a első helyen vezetnek a keringési és szívérrendszeri betegségek, a második helyen sajnos a daganatok, és a harmadik helyen az emésztőszervi megbetegedések. Ezután következik a légzőszervi betegség, és így tovább a többiek. Egyrészt ezt tartalmazza, másrészt feltárta azokat a környezeti tényezőket, foglalkozik a környezet védelemmel, környezet egészségügyel, foglalkozik a bűnözéssel, tehát foglalkozik mindazon csoportokkal, mindazon témákkal, ami beletartozik az előbb megfogalmazott egészségfogalmába. Elkészült egy ilyen egészségkép. Mit tehetnek ilyenkor a szakemberek? Az egészségkép tulajdonképpen azért készült, hogy majd ennek egy folytatása lesz, ami már el is kezdődött. Pécsváros megpróbál, szintén a Fakt Alapítvány segítségével egy egészségtervet kidolgozni. Tehát az egészségkép egy alapját képezi az egészségtervnek. Az egészségterve azokat a feladatokat próbáljuk meghatározni, ami nem látszott feladat, ami természetesen nem egy év vagy két év, tehát évek folyamán feltételez pénzügyi lehetőséget, pénzügyi igényt is, megoldhatók lesznek, tehát ezeket fogja tartalmazni az egészségterv. Az egészségterv az tulajdonképpen azért került most napirendre, mert az talán köztudott a kedves nézők előtt is, hogy Pécsváros 1986 óta vesz részt a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet Egészséges Városok Mozgalmában. Az idei évben, már tavaly évben elkezdődően az idei évben is fő témája ennek a mozgalomnak az egészségterv megfogalmazása. A legutóbb Athénben volt a 10 éves évforduló, illetve világkonferencia, ahol mind megvitatásra kerültek azok a kérdések. Egyrészt az, hogy ez a mozgalom mit hozott, mennyit tudott elérni ez alatt a 10 év alatt, másrészt pedig azok a fókuszpontok, amiket a WHO meghatároz, így az egészségkép is. Aztán szóba került az is, hogy az egészséghez való jog, az egészségügyi ellátásban való egyenlőség milyen kérdéseket vet fel az egyes országokban. És tulajdonképpen ez is ide bocsásson tartani. Meg, hogy szobába vágok, de hát tartok tőle, hogyha minket hallgatnak a kedves nézők, akkor sokakba felmerül, nem minden indulat nélkül szerintem a kérdés, hogy
miután megváltozott az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása, hát egész egyszerűen vannak olyan területek, amit bizonyos rétegek meg se tudnak fizetni. Szóval lenne ő egészséges, csak hogyan? Igen, hát ide tartozik ebben a témában bele, hogy a szociális jólét is valahol az egészség fogalmába tartozik, és a szociális jólét azt feltételezi, hogy mindenki, aki arra rászorult, el tudja érni azt a szolgáltatást, amire őnek igénye van. Talán legkirívóbb eset ebben a témában a fogászati ellátás, ami igaz, hogy van ingyenes része is ennek a dolognak, de bizony keményen bele kell nyúlni az illetőnek a zsebébe, hogyha egy valami olyan pótlás vagy valami olyan munkát igényel az ő egészségi állapota, amit bizony nagyon nehezen vagy talán egyáltalán nem tud megfizetni. Itt Pécsett a szakemberek mit tudnak tenni annak érdekében, hogy túl azon, hogy az emberek meglehetősen hajszolt életmódot folytatnak a kimondhatjuk mindennapi megélhetésért, hogy emellé valahogy fel tudják zárkóztatni fontosságban az egészséges életmódot? Hát szerencsére a korábbi évekhez és most itt 10 évvel előbbre is gondolok, ahhoz képest változott az emberek felfogása, az emberi mentalitás, az egészséget illetően. Mert korábban is azt szerettük, illetve azt hangsúlyoztuk, hogy az egészséget mint értéket kellene tekinteni. Na most még mindig van olyan területe, vagy olyan része a társadalomnak, ahol vagy nem tudja értéknek tekinteni, nem törődik vele, van ilyen is. Vagy szeretne egészségesen élni, de valahogy ehhez a körülményei nem olyanok, hogy hozzájutna, de van egy jelentős réteg, aki komolyan veszi ezt a dolgot, és nem mindig csak ezt is ki kell hangsúlyozni, nem mindig pénz kell hozzá, hanem az emberi gondolatnak is valahol ott kell mozognia, hogy vannak már egész jó egészségügyi mozgalmak, különböző szervezetek foglalkoznak, azzal tanácsot adnak, tehát meg lehet találni a módját annak, hogy egészségesebben lehetne élni. Valószínű, hogy a szemléletváltást már pici gyerekkorban kell indukálni. Igen. Na most ez nagyon lényeges, és tulajdonképpen a Pécsi Egészséges Városért Alapítvány, aki ezt a mozgalmat itt a mozgató rúgója, az iskolai programjaival ezt célozza meg, és nagyon jó sikereket ér el. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kedves nézőink, mai aktuális stúdiónkban Papp Béla alpolgármesterrel megkíséreltük összegezni az elmúlt fél év gazdasági történéseit. Beszámoltunk önöknek a babarci római kori ásatásokról, illetve az egészségügyi világnap alkalmából a Városi Népjóléti Iroda vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, viszontlátásra!